világhoz állítottunk. Kezdetén énekeljük a már jól ismert Hozsánna, Hozsánna című énekünket. Mind a három verszakkal szeretnénk énekelni, és hát énekeljük. A stúdióban kérjük, hogy majd próbáljanak bele tekerni. Lássuk mindenki a szöveget. Köszönjük. Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna Dávid fiának. Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna Dávid fiának. Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk. Nincs külszikla senki más, csak te vagy a mi Istenünk. Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk. Nincs külszikla senki más, csak te vagy a mi Istenünk. Dicsőség, dicsőség a feltámadott Úrnak. Dicsőség, dicsőség a feltámadott Úrnak. Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk. Nincs külszikla senki más, csak te vagy a mi Istenünk. Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk. Nincs külszikla senki más, csak te vagy a mi Istenünk. Jézus, Jézus, Isten báránya. Jézus, Jézus, Isten báránya. Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk. Nincs külszikla senki más, csak te vagy a mi Istenünk. Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk. Nincs külszikla senki más, csak te vagy a mi Istenünk. Kácsi Vilma, virágos Sárma. Azon a napon virágzott a föld. Pálma nőtt a tövisek helyében, amikor annyi kiáltás hangzott. Áldott, aki jön az Úr nevében. Az a nap nem tartott sokáig. Este lett, és elmúlt a tövünk között. Bár összeértek a keresztutak, és az örök győzött az idő fölött. De akkor ott, a virágos lejtőn, ahová az a kis szamár lépett, még nem tudta más, csak az Úr tudta. A szívek lángja ellobbant, kiégett. A földi út kezdete és vége átívelt a virág vasárnapon, hogy a halálon győzön az élet, a dicsőséges húsvéti hajnalon. Áldás békesség, szeretettel köszönöm titeket én is ma. Szerintem minden jótoknak megvan a jelenet arról, amikor egy híresség bevonul valahová. Legyen az valamilyen gála, rendezvény, Oscar, ki tudja mi. De szerintem mindenkinek megvan az a jelenet a közvetítésből, a tévéből, a videóból, amikor kattognak a vakuk, körülnek a felvétel, beszül a vörös szőnyeg, és rajtuk sétálnak, azok mozolnak és vágyják, hogy elkészüljenek róluk a tökéletes képek, hogy pont olyan módon legyenek ábrázolva, ami a legjobb oldaluk, ami a legjobb tulajdonságaikat mutatja be, hogy egyszerűen amennyire csak lehet, tökéletesek legyenek, tökéletesen legyenek ábrázolva. És ezt is várják el tőlük. Az ilyen rendezvényeken nem véletlenül készülnek annyit, nem véletlenül készülnek annyit a sminkesek, fodrászok, ruhatervezők, hogy annak az adott személynek valóban a legjobb oldalát mutathassák be. És nem véletlenül, mert az, ahogyan várnak valakit, meg az, ahogyan valaki bemutatja magát, az nagyon-nagyon sokat elárul arról, hogy ki is ő.
De különösen is az, ahogyan az emberek várják. Nagyon-nagyon sokat elárul arról, hogy kinek tartják, mit várnak el tőle, mi az, amire számítanak. Ti is nagyon jól tudjátok, hogy nagyon sokszor már abból, hogy egy tanár bemegy a terembe, le lehet szűrni, hogy most épp jó vagy rossz napja van, és tudjátok, hogy mire számíthattok egy röptolgozatra, vagy egy nyugodtabb órára. Sokat le lehet vonni következtetés, mint egyszerűen abból, hogy mire számítok a másiktól. És ugye tegnap volt virágvasárnap, tegnap ünnepeltük virágvasárnapot, annak az ünnepét, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. Ennek a történetét hallgassuk meg, ezúttal Lukács evangéliumából. Miután ezeket elmondtam, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötözött szamár csipót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta neki. Miközben eloldották a szamár csipót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamár csipót? Így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamár csipót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább az emberek, az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledtek az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága, örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség, a dicsőség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki: mester, utasíts rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, kövek fognak kiáltani. Talán mindannyian ismerjük a történetet. Föld életének és munkásságának lassan a végére ér Jézus, és ezért is vonul be Jeruzsálembe, hogy a húsvéti események megtörténhessenek. Ahogyan pedig bevonul, az emberek reagálnak rá. Itt volt képzetek vagytok, tudjátok azt, hogy akkorára már nagy valószínűséggel elég nagy követő tábor gyűjtött már maga mellé, akik egyrészt követték őt mindenhol, másrészt pedig hírét is adták különböző városokba, ahogyan érkezett, hogy erre jön Jézus, számítsatok rá. Az embereknek volt egy képe Jézusról, volt egy elképzelése arról, hogy ki is ő. Voltak, akik azt mondták, hogy ő egy tanító. Beszél, tanítja az embereket, jó dolgokat mond, olyan dolgokat mond, amit megértenek, és amikor tényleg bölcsesség sugárzik, és ami tényleg az ő hétköznapjuknak szól. Volt, akik csodatevőt láttak benne. Ti is ismeritek biztos, hittan volt, tanultátok nem egy csodáját. Tudjátok, hogy milyen csodákat tett. Gyógyított, feltámasztott, tengert lecsendesítette, ismeritek a csodákat. Valaki csak annyit láttak belőle, hogy hát ő egy hatalmas erejű csodatevő. Valakik azt látták benne, hogy egy próféta, hiszen amit mondott, az nem csupán tanítás volt, de olyan dolgokat mondott el, amit általában a próféták szoktak, Istennek az üzenetét, Istennek a szavát. És reagál a nép arra, amit eddig láttak belőle. Reagálnak arra, hogy képes volt csodákat tenni, reagálnak arra, hogy nagy tanító, reagálnak arra, hogy talán még próféta is. De a lényeg az, hogy bármennyire is mondják, hogy Jézus ugye király volt, más evangéliumokban azt mondják, hogy prófétának tartják, azért ez a nagy ünnepélyes köszöntés. Mégis Jézus nem csak ennyi volt. Mindig láttak egy idézőjeles darabot belőle, de nem ennyi volt Jézus. Ő a megváltó volt. És ez az első, és szerintem a legnagyobb kérdése is virágvasárnapnak. Az, hogy te kinek tartod Jézus. És itt azért hosszú listát lehet mondani, hogy ők kinek tartották, ismeritek ezt is, felszabadítónak, tanítónak, profétának, de mondom, sokkal érdekesebb kérdés az, hogy te itt most kinek tartod Jézust. Ürügynek arra, hogy minden hétfő reggel végig kelljen hallgatni, valakinek ürügy arra, hogy hát kétszer itt tanórán kell ülni, valaki olyannak, akihez akkor fordulok, amikor már tényleg minden más, amit
ahova fordulhatok és ahol segítséget kérhetek. Nem válaszol, és még egy utolsó reménységem van az imádságban, hátha valaki olyannak, aki valamilyen fajta büntető Isten, és folyamatosan csak azt figyeli, hogy hát én mi rosszat teszek, ki az, akinek tartod Jézust. Mert hogy azt fogja meghatározni minden mást is, amit gondolsz. Azt is, hogy mit jelent az, hogy ő a megváltó, azt is, hogy mit jelent az, hogy ott akar lenni a hétköznapjaidban. Ki számodra Jézus? Ez a legfontosabb kérdés, mert ott és akkor nagyon-nagyon sokan félreértették őt. Láttak benne sok mindent, csak a legtöbben pont azt nem látták belőle, aki valójában volt a megváltó. Pedig a tettei, a tanításai, a csodái mind-mind arra mutattak rá, hogy ő az, akit Isten elküldött, az egyszülött fia, azért, hogy megszabadítsa őket mindenkiből. Akkor váltak teljesen érthetővé a csodái, meg a tettei is, amikor úgy tudtak rátekinteni, mint megváltóra. És ez a második üzenet ebben az egészben, hogy számunkra is akkor válik ez érthetővé, hogyha tudunk rá úgy tekinteni, mint aki a megváltó, és akivel személyes kapcsolaton lehet, meg kell is, hogy legyen. Mert másképp látok egy nagyon-nagyon régi élt embert, aki vagy létezett, vagy nem. Látok egy embert, aki csodákat tesz, látok egy fura mitikus figurát, akiről ír a Biblia, meg aki az egyik vallásnak a nagyon fontos szereplője, de hogyha számomra személyesen megváltóvá válik olyanná, aki nekem fontos az életemben, akinek azt mondom, hogy követnek a tanításait, akiről azt mondom, hogy hát nekem ő áll az életem középpontjában, meg úgy tudom elképzelni az életemet, hogy őt követem, akkor válik érthetővé az a sok-sok minden, amit végighallgatok állítottan, meg végighallgatok hittanom is. Ez a legnényegesebb, hogy ő a megváltó. Ezt mutatja meg a virágosának, amikor újra meg újra felmerülnek olyan dolgok, amik beteljesül proféciák, amik arra mutatnak rá, hogy valóban Jézus küldte el Isten. Erre mutat rá a húsvét, ami ugye most készül. Ahhoz, hogy számunkra jelentsen ez valamit, nekünk is úgy kell látni Jézust, amilyen ő valójában volt. Nem azokat az elképzeléseket, amiket mi nagyon sok helyről hozunk magunkkal, arról, hogy hát Jézus az, aki miatt itt kell ülni ájtaton, meg Jézus az, aki miatt itt tanulunk kell ülni, Jézus az, aki miatt meg kell tanulni fejből a mi atyánkat, meg még más dolgokat itt tanulunk. Nem esetleges létezőként, vagy kitalált figyelként, nem is egy egyszerű aranyos tanítóként, de nem is egyfajta büntető istenként. Alig várja, hogy áthasson nekünk, amit a legkisebb hibát elkövetjük, ahogyan nagyon sokszor el szoktuk képzelni. Hanem megváltóként, olyan megváltóként, aki az életét adta azért, hogy te megváltod Isten. Megváltasd a bűnbocsánatot, és már itt ezen a földön azt mondhast, hogy új életed van. Én hiszem azt, hogy lehet kérni Istent azért, hogy ilyen legyen a váltásunk, hogy itt tudjuk látni Jézust. Lehet imádkozni azért, hogy hadd láthassuk meg Jézusban, hogy megváltód azt, aki nekünk a megváltó. És hiszem azt, hogy így lehet készülni a húsvétre, és hogy az valóban azt jelentesse számunkra, ami volt, és ami ma is. Ámen. Imádkozzunk. Mindenáltal Isten, mennyi atyánk, te látod azt, hogy milyen sokféleképpen tudunk rád gondolni. Milyen sok részét látjuk a munkásságodnak. Valamikor csak egyszerűen a történeti részt, az, hogy te éltél, léteztél, tanítottál. Valamikor a csodákkal teli részt, arra nézve, hogy te milyen betegségeket gyógyítottál, milyen csodákat vittél véghez. Valamikor pedig nem láttunk belőled őszintén szóval semmit. Nem figyelünk rád, nem akarunk az életünkbe tudni, nem akarunk rád úgy tekinteni, mint aki fontos látsz. Te látod azt, hogy épp most hogyan tekintünk rád. Te látod azt is, amikor mi szeretnénk látni téged, és szeretnénk megérteni azt, hogy te ki vagy, mit akarsz üzenni nekünk, mit akarsz mondani a mi életünkre, mit akarsz válaszolni a mi kérdéseinkre, bajainkra, problémáinkra, örömeinkre. Könyörgünk, hogy ehhez adod a szemlélkedet, hogy megérthessük, hogy te valóban a megváltó vagy. Az a megváltó, aki értünk, adtad magad, hogy nekünk örök életünk lehessen, és már itt ezen a földön is új életünk lehessen. Könyörgünk, hogy hadd lássuk ezt meg a hétköznapokban, hadd lássuk ezt meg napvalapra egyre inkább, amikor találkozunk azzal, hogy te hogyan is vagy jelen az életünkben, akár gondviselés által,
akár te üzeneteid által, akár más emberek által. Hadd legyünk elég bölcsek ahhoz, hogy ezt felismerjük. Hadd legyen elég hitünk ahhoz, hogy ezt felismerjük. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg kérdésünket. Amen. Imádkozunk az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Föld is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elénk vétkezőben. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásunk.